Mit ajánl a gonoterápia immunerősítésre? Mi mindig a három terméket, a három testőrt ajánljuk, amelyik a GL, fordítva, a GL, az RG és a spirulina. Ide teszem, hogy látszódjon. GL, RG, spirulina. Ez a három közel 700 hatóanyagot visz be a szervezetbe, amelyikből kevés van a gombába, abból sok van a spirulinába és fordítva. A GL és az RG ugyanannak a ganoderma gombának a készítménye, csak a GL az a gomba fonalaiból készül, mielőtt megjelenik a gombatest ezen a szövedéken. Ez olyan, mint a növényeknél a csíra. Arról is mindenki tud, hogy a csíra nagyon egészséges. De mivel a gombák nem növények, önállók nem csíra van, hanem gombafonalak. Abból készül ez. Ez az RG pedig az érett gombatestből készül, és a DXN-nek olyan feldolgozási eljárása van, amelyik a rostokat külön tudja választani a hatóanyagoktól, így ez a készítmény, ez majdnem 100%-ban hatóanyagból áll, ebben nincsenek benne a rostok. Azért van az, hogy 20 kg gombából készül 1 kg készítmény. A GL-t és a spirulinát, azt nyugodtan lehet gond nélkül így marékszámra elkezdeni fogyasztani. Egyébként túladagolni nem lehet, hiszen ezek élelmiszerek. Az RG az, amivel vigyázni kell, mert az RG-nek van egy erős méregtelenítő hatása. És ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a szervezetünk azokat a mérgeket, amiket nem tud kidobni, azt zsírmolekulákkal körbe rakja, és így szeparálja el a szervezet többi részétől, hogy ne tudjanak gondot okozni. És amikor az RG elkezd dolgozni, akkor ezeket a zsírmolekulákat föl kibontja, és innen a mérgeket belehúzza a véráramba, amelyik ott kering mindaddig, amíg a vesék ki nem választják, a széklettel ki nem ürül, izzadsággal ki nem izzadod, és addig okozhat úgynevezett méregtelenítési tüneteket, az lehet fejfájás, esetleg émegés, hasmenés, lehetnek kiütések a bőrön, mert hogyha a méreg az izzadsággal jön ki, akkor az itt megcsíphatja a bőrt. Szóval ezek normális dolgok, de nem szabad túltolni, amiatt, hogy ugye ezek nagyon kellemetlenek, hogyha nagyon-nagyon erősek. Ezért azt szoktuk javasolni, hogy az RG-ből az első héten csak egy kapszulát szedjél naponta, és figyeld meg a szervezetedet, hogy mit csinál. Hogyha nincsenek különleges tünetek, például nekem sem voltak, akkor megemelheted 2-re, vagy megemelheted utána 3-ra. Igazából 6 kapszula lenne az, amit a malajziai galaterapeuták javasolnak, hogy amit mi itt Európában összeeszünk, úgymond elég sok húst általában, és a testünket károsító anyagoknak a 99%-a állítólag a húsokkal kerül be a szervezetbe, tehát ezzel az étrenddel, ami nekünk van, ők azt mondják, hogy a 6 kapszula lenne az, amelyik fönntartja azt az állapotot, amiben most vagyunk. Ha ennél jobbat akarunk, akkor ezt meg kellene emelni 6-hoz képest. De azt is szokták mondani, hogy ha nincs ennyi pénzed, ez nyilván pénzkérdés. Ha nincs ennyi pénzed, akkor inkább hosszú távon szedjél kevesebbet, mondjuk napi egy kapszulát fél éven keresztül, mert nem telik többre. Akkor is sokkal többet használsz, mint hogyha el se kezded szedni, és azt mondod, hogy hát ez nekem drága, és nem szedek semmit. Vagy esetleg szeded egy hónapig hatossával, aztán utána azt mondod, hogy jó, kész. Nincs pénzem, nem tudom szedni. Mind a kettő, sőt, mind a három készítmény kapható porban is. A spirulina egyébként nem kapszulában van itt Európában, hanem ilyen préselt tablettában. Ezt is lehet porban is fogyasztani. És a GL és az RG is létezik porban. Nekem csak a GL van itthon. Én ezt porban fogyasztom. A GL-nek nincs különösebben íze. Finom íze sincs. De rossz íze sincs. Az RG viszont keserű. Ezért az, aki nem szereti a keserűt, akkor az kapszulába fogyassza. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy ugye porba ez olcsóbb, és hogyha nem nyeled le azonnal, hanem képes vagy arra, hogy a szádba forgatod egy darabig, akkor a nyálkahártyán keresztül nagyon sok hatóanyag felszívódik, és közvetlenül bekerül a véráramba. Erősebb a hatás, és több a hatás. Csak hát cserében ugye az nem egy kellemes dolog, hogy ezt itt forgatod a szádba. A spirulina porban egy kicsit sós ízű, nekem olyan kicsit olyan hínárra emlékeztető íze van, nem különösebben kedvelem emiatt, de hát tablettában el lehet fogyasztani. És a DXN-nél létezik egy olyan gombapor, amelyikben össze van keverve a GL és az RG, 60-40% arányban, 40% RG és 60% GL. Gyakorlatilag, ha ezt így fogyasztod, akkor
akkor meg is oldod azt, hogy egy porba beveszed mind a kettőt. Ugyanis mi ezt a kettőt párba javasoljuk fogyasztani, mert egymás hatását felerősítik. A GL az sejtvédő elsősorban, hát többek között, de az egyik legerősebb hatása az, hogy védi a sejteket, hogy a mérgek bekerüljenek. Ez meg bemegy a sejtekbe és kidobálja onnan a mérgeket. Tehát azért van az, hogyha ezt a kettőt együtt fogyasztod, akkor az nagyon hatékony. És mondom, a spirulina pedig a harmadik, ami még hozzátesz 300 hatóanyagot a GLRG közel 400 hatóanyagához, és így jön ki ez a 700-as szám. Ha megnézed, hogy a bioboltban, amikor leemelsz a polcról egy táplálék kiegészítőtől, mennyi hatóanyag van, nem fogsz találni, mert 700 van, ez garantálom.